95. születésnapja alkalmából köszöntötték fel Áldott Jánosnét az Alba Régia Nyugdíjas Egyesület béketéri klub tagjai. Marika néni december 21-én született, ám az ünneplés még most januárban is tart, hiszen most vehette át a város ajándékát és oklevelét. Marika néni elmondta, annak köszönheti, hogy ilyen kort megélt, hogy mindig is aktív életet folytatott. Sokat dolgoztam. 14 éves korom óta, 20 éves koromig kapáltam, mikor férhez mentem a férjemhez, akkor láttam először fizetést is, mert máskor édesapám tette el. Úgyhogy azóta két gyereket főneveltem, két unokát főneveltem, vagyok. Marika néni a mai napig egyedül él és látja el magát, és minden héten ellátogat a nyugdíjas szolgáltatóházba, ahol a klub tagjaival összeül. Mi nagyon szívesen fogadtuk őt, és azóta ő rendszeresen minden hétfőn jár, és minden érdekli, ami a klubba folyik, mindenbe beleszól, hogy mindenbe tanácsot ad, úgyhogy bekapcsolódik a klub életébe. Marika néni számára elmondása szerint nagyon sokat jelent a klub, hisz így minden héten van valami izgalmas, amire várhat, csinosan felöltözhet, és egy kis társasági életet élhet. Ünnep van, amikor jövök, mert bár sokáig tudnák még jönni, azt mondom, vagy nem tudom még, mit van rám mérve, de ez ünnep nekem, és hát kikapcsolódunk, jó a társaság, nagyon mindig összejövünk. Nyáron ugye, ha jó idő van, megyünk sétálni erre-arra. Az ünnepségen dr. Horváth Miklósné önkormányzati képviselő is felköszöntötte a város nevében Marika nénit, majd egy kis süti elfogyasztásával ünnepelték a 95. születésnapot.